Nagy Balázssal és Boszlik Zsolttal fogunk beszélgetni a világ legritkábban lakott helyeiről, illetve arról, hogy egy geográfus hogyan is látja ezeket a helyeket, mondjuk van-e külön természetföldrajzos és van-e külön társadalomföldrajzos látásmód, ha ezekről a ritkán lakott helyekről van szó. De mielőtt ebbe belevágnék részletesen, szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy a videó alatt található feliratkozás gombra, ha teheti, kattintson rá, és iratkozzon fel a csatornára. Ezt nagyon szépen megköszönöm. Tehát mai beszélgető partnereim közül az első Nagy Balázs, aki az ELTE természetfőzi tanszékének a docense, a Földgömb magazin főszerkesztője, és amúgy a hazai geográfia iránt végletekig elkötelezett Antarktisz és magashegység kutató, aki a klímaváltozás gleccserekre és eljegesedésre gyakorolt hatását vizsgálja. Kutatási érdeklődéséből fakadóan gyakorlott hegymászó, emellett világutazó, már hallgatóként az 1980-as évek végén bejárta a széteső Szovjetunió távoli, ritkán lakott tájait, a hatalmas szibériai víztározók környékétől egészen a Pamiri országútig, amit amúgy egy lerobbant Volgával utazott végig. Jelenleg a chilei szárazandokban végez rendszeres kutatómunkát, terepmunkát kollégáival. Én egyetemi hallgatói koromból úgy emlékszem Balázsra, mint amolyan természetföldrajzi szupersztár előadóra, akinek rendkívül érdekes, humorral megfűszerezett órái méltó folytatását jelentették a korábbi nagy természetföldrajzi generáció, Nemerkényi Antal vagy akár Gábris Gyula előadásainak. És bemutatnám a mai beszélgetés moderátorát, aki nem más, mint Boszlik Zsolt, népesség és regionális földrajzos, az ELTE TTK docense, az etnikai és vallásföldrajzi műhely alapító vezetője. Zsolttal amúgy jelenleg együtt dolgozunk egy a posztszovjet térséggel foglalkozó több éves projekten is, aminek címe a posztszovjet után. Egyetemista korában Zsolt is megfordult a széthulló Szovjetunió ritkán lakott vidékein, járt például az üzbegisztáni Gazliban is. Tehát mit is érdemes tudnunk erről a Gazliról, Zsolt, ha erről mondanál pár szót, és ezzel rögtön át is adnám neked a stafétabotot a beszélgetés vezetésében. Köszönöm szépen, tehát ez egy nagyon remek fölütés volt, hiszen Gazli a Kizilkum sivatag déli peremén található város, tehát ugye a Szovjetunió szétesése időszakában a 10 000 főt sem érte el lakójának száma, ma egy kicsit több már, ugye viszonylag fiatal település, 1958-ban alapították, miután fölfedezték a közelben a több száz milliárd köbméterre rúgó földgáz mezőt. Ennek megfelelően egy szocialista városként apostrofálhatjuk, a sivatagnak szinte a közepén egy ritkán lakott térségben. De hát, hogy ne tartsam magamnál a szót, akkor fel is dobnám a következőt. Beszélgessünk Üzbegisztánról, nem? Első tér. Hát, hogyan definiálnánk, inkább ezt mondanám, hogyan definiálnánk a ritkán lakott helyeket, amilyen például a Kizilkum, vagy az Antarktisz, vagy éppen az ausztrál Outback. Nem tudom, mit gondoltok erről. Hát figyelj, én megcéloztam ezt a kizilkumi részt, de túlfutottam. Karakum lett belőle 30 évvel ezelőtt, repetek, de miért? Mert láttam előtte Gerald Darrellt, már nagy pocakja volt, Darrell a Szovjetunióban, és akkor ott volt a könyvben egy ilyen repeteki rezervátum, nézzük meg ezt a sötét homokot, de az érdekel tényleg, hogy egy vaslapon meg lehetne sütni egy tojást, tehát amit kiteszek a sivatagba, és működik-e rajta a rántotta sütés, vagy a tükör, működik. Szuper, de annyira homokos lesz az egész, mint a tiszai evezéseknél az összes kaja, ami biztos, hogy átlép fölötte egy ember. Na, szóval, hogy én repetekig futottam, 72 fokos volt maga a homok. Ezt csak azért mondom itt hirtelen, mert én akkor érzékeltem először azt, hogy milyen elhagyni azokat a területeket, ahol a környezeti körülmények biztosítanák a mi életfeltételeinket. Tehát mi van azon túl? Vagy mi van ennek a peremén? Repetek pont egy olyan terület, ugye az már Türkmenisztánban van, ahol az ember próbálta a sivatagot megállítani és meghódítani,
és ugye a periféria perifériáján van, vagy egy övezet, pontosan egy övezet határon. Tehát engem egyébként ezek az övezet határok érdekelnek, de a perifériának a határa leginkább. Tehát az én szememben egy lakatlan terület szegély zónája a legérdekesebb. De erről majd beszélünk, hogy egyáltalán nyilván mit tekintünk lakatlan területnek, meg egészen más, hogy közelíti szerintem ezt a kérdést az, aki a társadalmi, meg aki esetleg a természeti folyamataival foglalkozik. Ez egészen biztosan így van, mert retpetekről nekem egy tudományos jelentés jut eszembe, amit le kellett fordítanom még a 80-as évek második felébe. Tehát a repeteket én viszont megcéloztam, csak nem jutottunk oda, tehát csak Gázlig sikerült jutnunk. De térjük vissza a ritkán lakott területekre, mert ugye Balázs nagyjából definiálta azt a szituációt, ami mondjuk a természet föl az oldaláról érdekessé teszi ezeket a területeket, de persze összefüggés van az embernek a jelenléte és a természetföldi környezet között, úgyhogy Dávid, szerintem te erről tudsz nekünk néhány érdekes dolgot felvillantani. Ugye ez egy ilyen vitás kérdés a társadalomföldrajzban, hogy mit tekintünk lakottságnak, látogatottságnak, és ugye pontosan az ilyen távoli ritkán lakott helyek terén ugye komolyan előkerül az úgynevezett de facto népesség kérdése, tehát ez a jelenlévő népességet jelenti, mert gondoljunk mondjuk az ausztrál sivatag közepén, Ausztrália közepén fekvő Urulura, ugye az egykori Ayers Rockra, ami évente ugye több százezer turistát vonz, hogyha éppen nincs ugye koronavírus járvány. Ugye mellette ott van Yulara, ugye több, ugye ami egy kiszolgáló városa ennek a látogatóhelynek, és az amúgy ritkán lakott sivatagban, ott az év bármelyik időpillanatában, ha éppen csúcsidőszak van, akár több ezer embert is találhatunk, és ez jelentősen megdobja akár az időszakos népsűrűséget is. Ugye ez infrastruktúrában is, ugye ez jelentősebb igényeket jelent, és egy csomó más dologban. Tehát ha valahol nem laknak, vagy kevesen laknak, ott ez a népesség fluktuáció is rendkívül magas. Ezért talán sokkal helyesebb lenne ritkán lakottság helyett, ritkán látogatottságról, ritkán látogatott térségekről beszélni. De figyelj, hogyha ott te megkérdezel valakit, hogy te itt laksz, akkor arra mit fog válaszolni? Tehát én próbálom most az elején ilyen egyszerűen megközelíteni ezt a kérdést. Tehát én olyan helyeken dolgozom, ahol oda megyek bárkihez, emberi lényhez, és megkérdezem, hogy itt laksz? Mindenki azt fogja mondani, hogy nem. Tehát, hogy ennek van egy persze egy olyan oka is, hogy a létfeltételek alkalmasak erre. Van vized? Hát nincs. Hol a legközelebbi forrás? 300 kilométerre. Tehát akkor nem fogok itt lakni. Oké, a technológia lehetővé teszi, hogy lajtos kocsiba idehozzam, és akkor már tudok egy kicsit inni, de ilyen értelemben a légkör is lakott, hiszen egy hőlégballonnal fel lehet menni, azt akkor el van ott az ember akár évekig. Tehát igazából, hogy életvitelszerűen, te ott vagy, vagy nem. Én kapásból az elején így közelíteném ezt a kérdést, és ezt persze természeti körülmények nagyon erősen meghatározzák. Persze az az adott személy lehet, hogy majd egyszer oda költözik, mert mondjuk a turizmus ezt majd lehetővé teszi. Tehát olyan ellátás lesz, olyan fejlesztések lesznek, hogy már ő oda fog költözni. Az Antarktisz is tulajdonképpen ilyen kérdés. Majd beszélünk erről, hogy mikortól tekintjük akkor lakottnak ezt a területet, ha felépítenek egy falut. Én úgy gondolom, hogy ez közelítés kérdése. Tehát, hogyha azt vizsgáljuk, vagy azt tesszük a fókuszba, hogy a természetföldrajzi környezet hogyan szab határt az embernek abban a tevékenységében, hogy hogyan tölti ki a teret, akkor nyilván a természetföldrajzi közelítések lesznek fontosabbak. Tehát hol tudom azt mondani, ahogy Balázs is említette az előbb, hogy én itt lakom, mert ahhoz, hogy én életvitelszerűen ezen vagy azon a tájon megéljek, ahhoz a természet földrajzi szituáció adott.
Az egy másik kérdés, hogy a 21. században lehet olyan technológiai szint, ami a leglehetetlenebb területeken is mondjuk úgy, hogy biztosítja a megélhetésemet. Ettől függetlenül vélhetően ez a terület nem lesz nagyon népszerű, mert nyilván fizikailag is be vagyunk határolva, tehát nem csak ez számít, hogy van-e víz, vagy tudunk-e élelmet termelni, mert technológiailag ez megoldható, de mondjuk az, ha nagyon hideg van, vagy nagyon meleg van, az ellen, hát végülis az ellen is tudunk mit csinálni, a kérdés nyilván a gazdasági hasznossága. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az, amit Dávid pedzegetett, ilyen értelemben nem értek vele egyet, mert ezt ketté kell választani, egészen bizonyos, hogy el tudok-e látogatni extrém helyekre időlegesen, tehát tudja-e az a térség, vagy az az adott pont biztosítani az én idézel túlélésemet arra a rövid időre, amíg megcsodálom a természeti szépségét a tájnak. És aztán van egy harmadik, amit szerintem Ausztrália kapcsán, Dávid biztosan, vagy a Szovjetunió kapcsán, Oroszország kapcsán egész biztosan tapasztaltunk, hogy vannak olyan helyek, egyébként Gázli is ilyen, ami a gazdasági igények állítják az odavándorlásnak a fókuszába, egész egyszerűen azért, mert ez a nem tudom én hány száz milliárd köbméter gáz, erre szüksége van a jelenlegi gazdaságnak, és van az a pénz, van az a technológia, aminek a segítségével ott föl lehet építeni egy várost, lakottá lehet tenni a térséget annak érdekében, hogy ez a természeti kincs hasznosuljon, hogy becsatornázzák a világgazdaságba, és így tovább, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a közelítéseket kell tisztáznunk, és utána beszélgethetünk arról, hogy ezek a helyek mit jelentenek nekünk személy szerint az adott térség emberei számára, vagy esetleg a világgazdaság számára. Tehát tudjuk jól, hogy újabb és újabb szénhidrogén mezőket felfedeznek ma, mondjuk, vagy kiaknázhatóvá teszi a jelenlegi technológia, az egész a globalizáció miatt az egész emberiségnek az életét befolyásolja, mert hát látjuk, hogy ha egy futballista arrébb teszi a sajtótájékoztatón a Coca-Cola-s üveget, az bizony befolyásolja a cégnek a megítélését, a bevételeit, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye, hogy a helyzet bonyolultságát akartam csak ezzel elmondani. Úgyhogy vissza is adom nektek a szót, hogy az élményekről a szakmai szempontokból haladjunk tovább a beszélgetésben. Igen, de megközelíthetjük az egész kérdést úgy, hogy mi a vonzerő, ami miatt egyáltalán ember van, időlegesen, rövidebb, hosszabb távon egy térségben, mikor beszélhetünk arról, hogy igen, ott már letelepedett valaki, vagy stabilan ott van. Jó, ez nem feltétlen szakkifejezés, de egyáltalán mik azok a tényezők, amelyek oda vonzák az embereket. Na, Zsolt is mondott jó párat ebből, meg mondtunk itt számosat, hogy akkor most turizmus legyen, vagy egy stratégiai helyzet, vagy egy ásványkincs, ami oda vonzza a lakosságot. És ráadásul mi még más szempontok miatt is oda mehetünk, mert engem mondjuk a lítium soha nem érdekelt azon túl, hogy a telefonom működjön, de a Föld számos extrém helyén, ahol bányák működnek, mondjuk a lítium miatt van ember. Tehát megnézhetjük ilyen közelítéssel is, hogy egyáltalán miért van ember ezeken a területeken, és ez időben is rettentően változik. Tehát visszanyúlhatunk akár évezredes távlatba, és hogy miért volt ott ember, most meg miért nincs. Vagy ha most nincs, akkor mikor lesz? Ahogy erre itt mondani szokták Ausztráliában is, hogy hát ugye nem az Outback az a hely, vagy, és még csak nem is Darwin az a hely, ahol az emberek igazából nyugdíjba szeretnének vonulni, hanem ahol ugye itt a legtöbben elképzelik nyugdíjas éveiket, az valahol ugye a kontinensnek a délkeleti peremvidéke, ahol ugye a klíma jóval kedvezőbb adottságú ehhez a fajta életvitelhez. Tehát itt is Darwinban, hogyha bárkivel beszélgetek, helyiekkel, akik itt élnek, dolgoznak, ezt a legtöbben, de ez felmérésekből is kiderül, hogy itt senki nem akar nyugdíjba menni. Darwin gyakorlatilag egy ilyen
hogy mondjam, egy ilyen átutazó hely, ahol főként ez az úgynevezett eszkalátor migráció, tehát ez a, nem tudom, hogy lehetne ez magyarosan lefordítani, szépen mozgó lépcső, tehát ilyen karriervándorlás jellemző, tehát fiatal, a karrierjük elején lévő emberek jönnek ide, hogy keressenek egy csomó pénzt, amivel megalapozzák azt, hogy később ugye a kontinens más részein ugye tudnak esetleg házat venni, megalapozni magukat. Illetve Darwin még olyan szempontból is célterület, hogy aki Ausztráliába be szeretne vándorolni, ugye Sydney meg Melbourne már megtelt, és ugye vannak ilyen regionális vízumok, ahová, tehát ilyen világvégi helyekre ugye könnyített feltételekkel lehet, hogy úgy mondjam, bekerülni, és ha az ember egy-egy ilyen helyen lehúzott mondjuk 4-5 évet, akkor utána megkaphatja a letelepedési engedélyt. Tehát ilyen szempontból is próbálják terelni az embereket, ugye a bevándorlókat ezekre a ritkán lakott helyekre. Például a Northern Territory, ahol ugye én is vagyok most jelenleg, ennek a népessége bevándorlás nélkül ugye folyamatosan fogyna. Tehát itt gyakorlatilag azért tudják egyáltalán stagnáltatni a népességet, hogy nem fogy, mert ugye azt a külföldiek bevándorlása ellensúlyozza az innen való belső elvándorlás. Jó, de ugyanakkor meg nem beszéltél arról, hogy azért ennek a tájnak voltak őslakói, akik más szempontok miatt éltek ott, de mondjuk, hogyha ezt a területet teszem, az Kanadával párhuzamosítjuk, akkor én, amikor ott tanultam, akkor mondjuk 30 évvel ezelőtt, akkor volt egy olyan gondolat a kanadai emberek fejében, akik ugye az ország déli részén laknak, és azon belül is nagy városi csomópontokban, hogy a 60. szélességi kör, ugye északon, az a far north, tehát a messzi észak határ. Azon túl ott már vadvidék van. Oda már senki nem megy, ott senki nincs. Legfeljebb azok az eszkimók, akkor még lehetett az eszkimó szót használni, de hogy az gyakorlatilag az a lakatlan vidék. De persze nem volt lakatlan vidék, csak rendkívül kicsi népsűrűségű, mert milliós négyzetkilométernyi területen néhány tízezer ember lakik, vagy 15 000 ember lakott akkor, de hát a gondolkodás, a déli gondolkodás, a kanadai déli gondolkodás szerint a 60. szélességi kör az egy nagyon éles határ, amin túl már semmi nincs, csak a vadon. Tehát Ausztrália máshogy szerveződik természetesen, vagy mondhatom a chilei példát is, hogy mi az Atacama-sivatagnak dolgozunk a hegyi részén, de vannak ott olyan nagyon prosperáló városok, mint Antofagasta, most itt a nézők lehet, hogy csodálkoznak, soha nem hallottak Antofagasztáról, pedig Antofagasta életszínvonala, az Zürichhez mérhető körülbelül, irgalmatlan bevételek vannak, és jól költik el, nagyon élhető város, a sivatag kellős közepén, a tengerparton persze. De ha onnan kilépünk, akkor ilyen Mos Eisley hangulatunk lesz, vagy illetve Mória bányái, vagy nem tudom, hogy megérett a világ a pusztulásra, mert két Budapest méretű részbányák nyílnak a sivatag kellős közepén, víz nélkül, elképesztő környezetben. Miért vannak ott a népek? Az irgalmatlan nagy pénzért. A városlakók nem. Ők biztosítják az ellátást, és jól élnek ebből, a bányászok meg akár 2000 kilométerről ingáznak repülővel hetente, vagy 3 hetente. Tehát ez is egy nagyon érdekes struktúra, és a bányászok egy olyan helyen dolgoznak, ahol utoljára lakott népesség 8000 éve volt. Mert akkor volt az utolsó nedves periódus azon a területen. Most meg 200 kilométer a tengertől a tengervizet kell odaszállítani és sótalanítani, hogy a bányászok dolgozni tudjanak. Egyébként miért találjátok érdekesnek ezeket a helyeket? Na, ez barom érdekes. A szempontjából is meg lehet ezt közelíteni. Tehát mi az, ami szakmai érdeklődés irányába terelt benneteket korábban? Ezt meg lehet fogalmazni? Szerintem simán. Mondjad, Dávid. Én úgy gondolom, tehát ami engem itt nagyon vonz, az ausztrál, hogy így mondjam, bozótos kapcsán,
hogy egy végtelenül nyugalmas hely. És az, hogy Darwin is egy szerintem egy teljesen élhető város, persze, hogyha megkérdeznénk mondjuk a helyi darwiniakat, vagy főként a frissen ide érkezett mondjuk magyarországi bevándorlókat, akkor ők lehet, hogy más mondanának erre itt, amikor mondjuk beüt az esős évszak, ugye a trópusi monszun nyara a maga 38 fok hőségével és 90%-os páratartalmával, de szerintem van egy nagyon érdekes ilyen trópusi millió, és például a helyi őslakosság is rendkívül érdekes. Ugye gondoljunk abba bele, hogy ők 60 ezer éve érkeztek ide, és az elmúlt 60 ezer évet, ugye egészen Cook kapitány megérkezéséig, ők itt elszigetelve töltötték a világ többi részét. És hát ugye ez is egy nagyon érdekes milliót ad ennek a régiónak. Ugye ha Darwinból kimegyünk, akkor az ausztrál őslakosok jelentik a többséget ugye mindenhol az északi területen, és ez általában ugye egyébként az outback egészére is igaz, ha csak nem valami bányászvidékről van szó, mint mondjuk a Pilbara régió, ahol ugye a hatalmas vasérc bányák egymás hegyén hátán vannak, vagy mondjuk a nyugat-ausztráliai aranymezők, ahol ugye aranyat meg nikkelt bányásznak. Na ott ugye, tehát ezekben a bányász communitykben ott ugye nyilván nem az őslakosok vannak többségben. Maga az az élmény, hogy a Northern Territory tényleg a világ hetedik legritkábban lakott első szintű szubnacionális egysége, tehát ilyen regionális szintű egysége, és ennél csak olyan helyek ritkábban lakottak, mint mondjuk Csukcsföld, vagy mondjuk ilyen hóval, jéggel fedett vidékek. Tehát, hogy úgy mondjam, a Northern Territory még a sivatagos és szavanna területek ehhez képest is jóval ritkábban lakott. Ugye ebben Ausztrália elszigeteltségének is szerepe van. Tehát a Northern Territory például Alaszkánál, vagy akár a Szaharánál is nagyságrendekkel ritkábban lakott. És amikor autózol, érted, Alice Springsbe, és mondjuk Darwin, és ami mondjuk egy 100 000-es város, és Alice Springs, ami mondjuk egy 26 ezeres város, tehát mondjuk egy ilyen Dunakeszi méretű település, a kettő között ugye van 1400 kilométer, és a legnagyobb település, amivel találkozunk, az egy 6000-es település, ugye Catherine, a második legnagyobb az úton a 2000-es Tennant Creek, ezek már nagy regionális központok. Tehát a 2000-es Tennant Creek az a Barkley régiónak a központja, ez a Barkley régió, ez 3,5-szerese Magyarország területének, és összesen, tehát ez egy darab helyi önkormányzati terület, Magyarország területének 3,5-szerese, és Tennant Creekben laknak 2000-en, de az egész Barkley régióban összesen, tehát Tennant Creeken kívül még lakik 4000 ember, ez már egy masszívabb népességet jelent, ugye ezek az őslakos community, őslakos közösségek, ahol ugye találunk embereket. Én nem keresem a ritkán lakott helyeket, hanem a természeti meg gazdasági körülmények adják, hogy ezek ritkán lakottak. Tehát én a perifériák szegélyén azért dolgozom, hogy mit jelent az, hogy periféria szegélye, hogy tulajdonképpen egy tundra terület széle, ahol elérjük mondjuk a tundrát, ez lehet egy magas hegységi tundra terület is, ahol elhagyjuk az erdőhatárt, mert ezek nagyon érzékeny helyek. Természeti szempontból érzékenyek. Tehát mondjuk hogyha a klímaváltozást nézzük, akkor egy kis változás valamilyen paraméterben elég jelentős övezet elmozdulást okoz. És ugye nálunk mindig az a lényeg, hogy adatokat gyűjtsünk erről, tehát adatbázisokat építsünk, számszerűsítsünk, folyamatokat mérjünk, sok mindent, és ezeken az övezet határokon nagyon jól lehet mérni. Tehát nem kell 100 évet várni, mint mondjuk egy temperált területen, hogy dinamikus változásokat lehessen érzékelni. Na de, nem véletlen, hogy itt nem nagyon élnek emberek ilyen környezetben, mert ezek a helyszínek általában egészségtelenek. Tehát kár tagadni, hogy nem feltétlenül érzi mindenki jól magát ilyen helyzetben. Épp ezért tudományosan nagyon sok ilyen terület fehér foltnak számít.
Tehát egyszerűen a kutatók többsége túl kényelmes ahhoz, hogy rászánjon éveket, vagy akár évtizedeket ezekre a területekre. Azért az antarktiszi kutatóállomások is emberhiánnyal küzdenek, kutatóhiánnyal küzdenek, mert ki tud kellő időre rendszeresen elmenni egy ilyen területre, egy távoli és necces területre, ahol nem biztos, hogy ugyanolyan egészségi állapotba hazatér. Tehát ugye egyrészt érzékeny területek, jó indikátor területek, másrészt tudományosan fehér folt, és azért, aki a tudományban egy-egy vonalon hosszú ideig dolgozik, óhatatlanul azt is kell, hogy nézze, hogy mennyire eladható az ő kutatása, mennyire nagy a lángja ennek, mennyire piacképes a kutatás. És ezek a helyek ilyenek. A harmadik kérdés pedig, hogy ezek azért egyszerű helyek. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy nem lesz kisebb értékű a kutatás attól, hogy ha én az egyszerűséget keresem. Miért jó az egyszerű? Mert jól lehet modellezni. Sokkal kevesebb a zavaró körülmény. És amikor mondjuk a klímaváltozások következményeit modellezzük, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy igen, ez történt, most ez zajlik, de mi lesz a jövőben, akkor nagy segítséget ad az, ha kevés a zavaró körülmény. Baromi jó lenne beépíteni egy csomó emberi hatást, meg hogy talaj képződik, meg jön a növényzet, és terjed, stb., de mi sokkal jobban örülünk annak, hogyha lakatlan, ha nincs növényzet, nincs talaj, minimális az állatvilág, tehát ott van a csupasz szikla, meg ott van a víz, vagy nincs jég, de tulajdonképpen ennyit tudunk erről a kis mozaik darabról a Földön, vagy ezekről a puzzle darabokról, hogy elindulunk a legegyszerűbb környezettípusnál, azt próbáljuk megérteni, és majd beletehetjük azokat a faktorokat, azokat a környezeti tényezőket, amelyek megbonyolítják az egészet. De még nem tartunk ott, hogy ezt beletehessük. Tehát azért indul sokszor például ilyen klíma jelenségek vagy klíma következmények vizsgálata a sarkvidékek felől, vagy a magas hegységek felől, mert ott tiszta adatokat találunk. Oké, légszennyezés mindenütt van meg hasonlók, de legalább mentes a durvább emberi behatásoktól ez a terület. Tehát nekem ez a három faktor nagyon fontos, meg persze mondhatnám a lelki oldalát, hogy szeretem az ilyen vadregényes, romantikus tájakat, de én azt mondom, hogy aki már 20-30 évet eldolgozott egy ilyen környezetben, és látott elég sok problémát, akkor lehet, hogy ez a romantikus, kalandos oldal kevésbé fontos, és esetleg sokkal jobban lelkesít az, hogy én szeretek itt tudományos novumokat, újdonságokat feltárni. Azért a társadalom földrajzos szempontjából is ezek ugye problémás helyek. Gondoljunk csak bele abba, hogy azok a régiók, ahol a népsűrűség mondjuk nem haladja meg a 4-5 főt négyzetkilométerenként, főként mondjuk a fejlődő országok esetében ezek mindig akár etnikai konfliktusokkal, vallási konfliktusokkal is tarkított helyek. Ugye, ahogy így hallgatlak benneteket, nagyon érdekes a kétféle közelítés. Tehát ami a földrajznak egy dilemmáját jutatja eszembe, hogy van-e külön természetföldrajzos és társadalomföldrajzos szem, hogy létezik egy egységes földrajzos szemlélet, hogy mennyiben kapcsolódik össze ezeken a ritkán látogatott helyeken a természet és társadalom, ahogy összekapcsolódik, hogy lehet-e ezt kutatni, vagy hogyan lehet ezt egyáltalán kutatni? Hogy látjátok ezt a tapasztalataitok alapján? Ilyen szempontból rögtön és mindenhol megjelenik a stratégiai szempont. Tehát amit mi Chilében elkezdtünk csinálni mondjuk 2010-ben, az 4 év után, amikor már volt elég adatunk, pont a chilei kormányzat nyilvánította stratégiai kutatásnak. Hiszen ők úgy gondolkodtak, hogy mi a vízbázisukkal foglalkozunk, jó gondolkodtak nyilvánvalóan. Tehát magyarán egy területfejlesztésnél ezek nagyon is kézzelfogható eredmények. És hogyha most a stratégiai kérdést általában csak fejlesztési kérdésekre vetítem, most nem hadi stratégiára gondolok, hanem ez lehet egy turisztikai fejlesztés, lehet egy környezetvédelmi
fejlesztési kérdés, beruházás kérdése, lehet egy településfejlesztési kérdés is, akkor mindenhol megvan a kapcsolat. Tehát azzal is, hogy én most a Patagóniában, a Torres del Paine Nemzeti Parkban csinálom a vizsgálatomat, ahol a víz kérdése nem fontos, de fontos az, hogy oda két hónap alatt 300 ezer turista megy, és egyre több megy, mert ilyen Instagram helyszín, akkor az a kérdés, hogy ott hogyan alakul át a környezet, és ez hogyan, tehát mennyire teszi még érzékenyebbé a turisztikai stresszel szemben ezt a területet, tehát hogy kell fejleszteni. Tehát mi alapadatokat adunk erre. Az Antarktisz kapcsán is egy rakás ilyet tudok mondani, ott ráadásul még belejön a képbe a geopolitikai megközelítés is, hogy mondjuk a dél-amerikai országoknak, hát azért ott vannak speciális szándékaik, és számukra nagyon nem mindegy, hogy élhető egy terület, vagy nem. Mit mondunk mi 50 évre előre, amikor az antarktiszi szerződés megállapodásai 30 meg 50 éves moratóriumokat jelentenek, és hát nyilván egy politikus, meg egy katona is előre gondolkodik, hogy majd egy adott oázisban lesz-e vize, hova telepítse a kikötőjét, ha még nincs kikötő, meg egyáltalán ilyen kolonizációs gondolatok is felmerülnek. Tehát a Zsolt kérdésre a válasz, hogy oké, az én megközelítésem az a természetföldrajzos, de amikor mondjuk találkozom egy német mérnökkel, közlekedésmérnökkel az Antarktiszon, akkor ő a fejéhez kap, hogy hát ugye baromi fontos, amit én mondok, mert ő azon vesződik már évek óta, hogy megoldja, hogy rakják a német hajókról a partra a német állomások ellátmányát. És neki ez a feladata, hogy ezt a logisztikai lépcsőt megoldja. De én tudok neki olyan dolgokat mondani, amivel ő ebben sikeres lesz. Tehát, hogy szerintem közvetlen az együttműködés, persze lehet, hogy a nézőpontunk más, bár az Antarktiszon nekem annyira nem merült fel az ottani társadalmi körülmények elemzése, bár tény, hogy nagyon érdekes. Jó, hát ez biztos, amit most el megfogalmaztál, ez én úgy gondolom, hogy a tudománynak a szerepét jártad körül, teljesen a szívemből beszéltél. Én azt gondolom, hogy bármilyen alapkutatásnak van értelme. A kérdés az, hogy hát nem így fogalmaznék, hogy tudjuk eladni, hanem hogy tudunk arra rámutatni, hogy ez már a közeljövőben is hasznos lehet a társadalomnak. Tehát a mai globalizált világban bizony, egyetértek ezzel, bármilyen kutatásban találhatunk, vagy foghatunk olyan folyamatokat, ami a jövőben meghatározhatja az egész világnak az életét, vagy a dolgait, és miután a globalizáció mindenféle szempontból rámutatott már a helyzet bonyolultságára, én azt gondolom, hogy ez egy jó felfogott érdeke például a tudománynak is, hogy összekapaszkodjunk, és a különböző nézőpontokat betegyük a nagy zsákba, vagy kitegyük az asztalra, amiből aztán közösen talán valami használhatót ki tudunk hozni. Tehát a földrajznak ez a fajta integratív szerepe az egészen bizonyosan fontos, vagy fontosnak kell lennie. Az egy másik kérdés, hogy nyilván itt a történelmi tradíciók azok a föld különböző területein más irányba terelték ezt a dolgot. Tehát nyilván ennek a podcastnak is az egyik célja ez, hogy erre itt rámutassunk ennek a hasznosságára, vagy szükségességére. De egyébként Zsolt, még bocsánat, csak hogy megszakítalak, hogy a földrajznak azért van egy olyan szerepe is, megint csak globálisan nézve, hogy ez az a megközelítés, és ez lehet természeti is, meg társadalmi is, ami leginkább rámutat arra, mennyire diverz a föld. Tehát az a sokszínűség, amit persze a biológia is, biológiai diverzitás oldaláról is megfog, de mi nem csak így közelítjük, hanem ennek a társadalmi és gazdasági oldalát is beépítjük. Amikor azt kérdezik tőlem, hogy az Antarktiszon dolgozva, hát de ez nekünk mi közünk? Arra könnyen mondom azt, hogy ez egy nemzetközi terület, és mindenki ugyanolyan joggal dolgozik ott, mi magyarok is, de amikor azt kérdezik, hogy és amikor az Andokban dolgozom, az egy argentin meg chilei terület mondjuk azon a részen, mit keresek én ott magyarként? És erre is mondhatjuk azt, hogy egy olyan fehér foltot színezek én be, amire senki nem volt hajlandó. Mert ez egy élhetetlen periféria, ahova nem akart más menni. És én rá tudok arra mutatni, hogy mondjuk Chilén vagy Argentinán belül is milyen sokszínű az ő területük, tehát nem lehet
legyinteni az egészre, azt mondani, hogy ez ilyen, hanem ez ilyen és ilyen és ilyen, ilyen puzzle darabokból áll össze. Mi kirakjuk ezt a kirakóst valójában. És én úgy gondolom, hogy nincs más tudományterület, ami így tud a Földhöz közelíteni ezzel a sokszínűséggel együtt. Annyi egy-egy személyes élményt már érintettetek, hogy esetleg a legérdekesebb személyes élményeitek, vagy nehézségetek a ritkán látogatott helyek kapcsán van-e, amit a kutatómunkátok során átéltetek? Azt tudnám kiemelni, amikor legelőször eljutottam, hogy úgy mondjam, ilyen igazi peremre, ugye ez Oroszországon belül volt, amikor januárba sikerült, ugye, Vorkutába ellátogatni, és épp arra voltam kíváncsi, hogy milyen az a hely, amikor azt feltételeztem, hogy a legextrémebb, tehát amikor sötét van, amikor a leghidegebb van, hogy akkor milyen az élet. De egyébként az első élmények ilyen szempontból baromi fontosak. Bár erre azt gondolom, mondjuk az Antarktisz kapcsán is, vagy nekem kanadai sarkvidék kapcsán is, ahol én is először januárban voltam, mínusz 52 fokba, de amikor képeket mutatok erről, akkor mindenki azt mondja, hogy itt nincs semmi. És ugye ez az első élmény, hogy hát itt nincs semmi. Igen. De hát a Hortobágyon van valami? Semmi igen. Nincs. Tehát, hogy semmi az miatt ember... megyünk oda. A igen, semmi miatt megyünk oda. De a jó magyar szemlélet, vagy a mi látó szögünk és látómezőnk hozzászokott a finomságok érzékeléséhez. Tehát én is a doktorimat egy olyan területen csináltam, ahol 40 kilométerre 40 centi szintkülönbség volt. Tehát egy tök sík terület, ahol az 5 centit is meg kell becsülni. Tehát ha mi ezt megbecsüljük, akkor láthatjuk ennek a helynek a pontos működését. Tehát az Antarktiszra is meg egy csomó más területre vonatkozik ez, amiről lehet, hogy egy avatatlan szemlélő azt mondja, vagy akár egy kényelmesebb kutató is azt mondja, hogy de ez ilyen monoton. Ez ilyen egyveretű. Én meg azt mondom, dehogy, ez egy nyitott képeskönyv. Tehát nekem az egyik első élmény ez volt, ugye az elején mondtad, hogy még egyetemistaként merre jártam. Én például végtelenül élveztem átvágni egy hónap alatt a Pamir-fennsíkon, ami a legmonotonabb gyaloglás. De ott mindig láttam valami baromi érdekes dolgot. Tehát, hogyha hozzászokik ehhez a szemünk meg a gondolkodásunk, akkor ez baromi érdekes lesz. A másik fontos dolog, hogy ezek azért olyan helyszínek, ahol hát legalábbis mi végletekig magunkra vagyunk utalva. És azért ez mindig egy nagy késztetés arra, hogy az ember átgondolja, hogy mihez ért, mennyire talpra esett, hogyan kell erre felkészülni, tehát amikor tényleg nincs semmid, és esélyed sincs, hogy bárki segítsen. Tehát oké, Nászúton is átgyalogoltuk a Himaláját, az 400 kilométer volt, és akkor se segíthetett volna senki, hogyha bajunk van. De hát az Antarktiszon vagy az Andokban is ez a helyzet. Hát van egy műholdos telefonunk, persze, de úgy se jön oda senki, hogyha baj van. Tehát magyarán úgy kell szervezni, rendezni az életedet, hogy egyrészt egy MacGyver legyél, aki mindent meg tud javítani, másrészt meg kerüld el a veszélyes szituációkat, és minden arról szól, hogy te nem a túlélő túrán vagy, tehát nem sportoló vagy, nem túlélni jöttél, hanem dolgozni. Tehát van egy feladatod, nem hegymászók vagyunk, hanem kutatók. És önmagában ez a hozzáállás nekem nagyon, nagyon tetszik, és én ebben érzem jól magam. Tehát amikor lerak egy repülőgép, vagy helikopter, vagy bármi egy ilyen helyszínen mondjuk, vagy egy terepjáróval megérkezem, én azt érzem, hogy otthon vagyok. Miközben... A Dunakanyarban van az otthonom, de a családot is szívesen viszem ilyen helyekre. Tehát a lányom is feljött 5000 méter magasra, és tulajdonképpen jól érezte magát ott. Az jutott most eszembe, ahogy Balást hallgattam, hogy túlzottan elszakadtunk már az emberiség szintjén a természettől, tehát a nagyvárosi ingergazdagság az, amihez hozzá vagyunk szokva, abba vagyunk szocializálva, és amikor akár csak egy olyan helyre megyünk, ahol nincsen mondjuk éjjel-nappal egy bolt, ahol bevásárolhatunk tejet meg kenyeret, akkor már rosszul érezzük magunkat, vagy amikor nincsen térerő, mondjuk így, mert annyira függővé tett minket ez a virtuális világ, amire mondjuk ez az elmúlt időszak még csak rá tette egy lapáttal, miközben
ugye ezeken a periféria helyeken, ha nem is ezeken a nagyon vad sivatag közepi, meg magas, extrém magas hegyi helyeken, de azért van élet, tehát léteznek nagyon elszigetelt emberi közösségek is, gondoljunk csak a Pitcairn szigetekre, vagy a Csúcsfélszigetre, amit itt elmondott Dávid, hogy így van. Tehát az egy teljesen más dimenzió, ahogy Balázs is mondta, hogy csak magadra számíthatsz, nem tudod kihívni a mentőket, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye ez, amikor viták bontakoznak mindig ki egy-egy hegymászó baleset kapcsán, hogy hát miért nem ment oda egy helikopter, vagy miért nem hívtak segítséget, vagy hát ott voltak mások is, miért nem segítettek neki. Hát ugye azért, mert olyan extrémek a természeti, környezeti adottságok, hogy ezek el se tudjuk képzelni, hogy ott métereket megyünk, az olyan, mintha maratonit futnánk, hogy a helikopter nem tud oda menni, és egyáltalán ezek a technológiák, amik jelenleg a mindennapi életünknek a részei, ezek csak így állnak rendelkezésre, hogy esetleg fel tudod hívni az otthoniakat egy ilyen műholdas kapcsolat segítségével. Igen, és... De nem fog tudni küldeni még 300 dollárt, vagy egy helikoptert, vagy egy mentőcsapatot. És ugye vannak olyan társadalmak, amik mindig a Földön, akik ilyen körülmények között élnek, és köszönjük szépen, nagyon jól vannak. Tehát, hogy... Na, ezt akartam mondani, hogy nem is igénylik azt, hogy olyanok legyünk. Tehát amikor én Szibériában mászkáltam prémvadász szezonban, akkor annyi volt a helyi Matula bácsinak a megjegyzése, hogy ne ezt a nyugati profi nadrágot hordjam, mert ez így összedörzsölődik, és a medve majd meghallja. Üljek le ide, vegyek fel egy orosz katonai nadrágot, egy ilyen zsákvászomból, és reszelgessem a tölténynek az elejét, hogy dum-dum golyó legyen belőle, mert a sokkal biztonságosabb, ha támad a medve. Tehát, hogy ő tehát tényleg nem volt igénye arra, hogy bármi külső segítség vagy beavatkozás történjen, ő 25 ezer négyzetkilométeren egyedül lakott. Mi meg ketten, hárman segítettünk neki a prémvadász idényben. És megtanultuk, de tényleg én ezért szeretem Fekete Istvánt, mert ugye az, nem tudom, régen játszódik, amit ő leír, de egy rakás területen a Földön mi ilyen körülmények közé csöppenünk, ami a téli berekben van. A társadalmi környezetet definiáltad indirekt módon, tehát hogy a világ különböző pontjain a társadalmi környezet az más is más. Most a globalizáció, ami közös nevezőre szeretné ezt hozni, de ezeken a perifériákon úgy tűnik, hogy még mindig találhatunk olyan közösségeket, olyan csoportokat, akiket valamilyen oknál fogva elkerült a globalizáció. Egy utolsó témát vetnék még föl, hogy erről is hallottunk már itt helyek közel a beszélgetés korábbi szakaszában. Szerintetek miért fontosak ezek a ritkán látogatott területek az emberiség számára? Mi lesz ezeknek a területeknek a jövője? Hogyan hat majd például a klímaváltozás ezekre a helyekre? Mi fog történni, ha egyáltalán a jövő képet ma meg tudjuk mondani, de legalább talán fel tudjuk vázolni, vagy egy-két gondolatot tudunk ezzel kapcsolatban itt a hallgatók számára prezentálni. Dávid. Én úgy gondolom, hogy nem fogunk kiáramlani ezekbe a ritkán lakott helyeket, tehát olyan nem fog bekövetkezni, hogy ugye, sőt, ugye az emberiség egyre inkább koncentráltabban lakik a Földön, tehát mindenki a nagyvárosok felé áramlik. Persze emberekre szükség lesz ezeken a ritkán lakott helyeken, mert ugye ezek egyre fontosabb, ugye természeti erőforrás és tartalékterületekké válnak. Ugye ahogy a sűrűbben lakott helyeken ugye kimerülnek az ásványkincsek, ami ugye egyszerűen elérhető, ugye így megyünk ki egyre jobban az extrémebb helyekre, ugye elkezdtünk például a tengeri shelf területekről ugye olajat, földgázt bányászni, ugye fogunk majd mangánt bányászni és egyéb dolgokat. Tehát, hogy arra mindig szükség lesz, hogy legyenek emberek ezeken a ritkán lakott peremeken, hogy az ottani erőforrásokat ki lehessen aknázni, de valószínűleg soha nem fogunk ezekre a helyekre ugye tömegesen odaköltözni, vagy kiköltözni, még akkor sem, hogyha ezt esetleg a technika, a technológiai fejlődés egyre jobban lehetővé tenné, mert ugye az embernek alapvetően azért szüksége van arra, hogy ugye, tehát oda megyünk, ahol ugye nagyobb piacok vannak, diverzebb a megélhetési lehetőség, és ugye ezek nem
Tehát ezeket nem ezeken a ritkán lakott peremeken érjük el. Persze jobban be lesznek kapcsolva ezek a helyek a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe, a technológia fejlődés által, ez ugye szerintem elkerülhetetlen, és ez tény. És ugye ez komoly károkat okozhat ezeken a helyeken, mert ugye ezek ugye ritkán lakottságoknál fogva, ugye itt az emberi jelenlét, az antropogén hatás ugye nyilván a legkisebb. És ez is, ez ugye meg fog változni. Nem, csak az jutott eszembe, hogy van egy fajta egyensúly. Ez nyilvánvaló, ezt már szerintem a korábbi korok embere is észrevette, hogy van egy terület, aminek vannak erőforrásai, vannak természetföldrajzi meghatározottságai, és bizonyos számú élőlényt, embert tud eltartani, tehát bizonyos számú populációnak tud keretet adni, amit az ember a technológiával tud fokozni, de nem a végtelenségig. És ezek a peremterületek különösen érzékenyek erre. Tehát az, amit nem érzékelhetünk mondjuk azokon a helyeken, ahol jelenleg elég magas a népsűrűség, ugye nem véletlenül áramlottak oda az emberek, már a korábbi történelmi időszakokban is, ezek a területek nagyon érzékenyek, tehát hogyha csak egy picit megváltozik ez az egyensúly, vagy egy olyan folyamat jön be, ami megváltoztatja ezt az egyensúlyt, akár a természet részéről, akár az ember részéről, akkor ezeket a problémákat, ahogy Balázs is mondta a beszélgetés egyik korábbi szakaszában, ezeket nagyon jól megragadhatjuk a tudománynak a jelenlegi eszközeivel. Tehát csak ez jutott eszembe, ahogy mondta ez Dávid, úgyhogy tiéd a szóban. Én egy hullámot látok ebbe az egész folyamatba, tehát semmiképpen nem tömeges folyamatról beszélnék, de a szándék hogyan alakul, vagy a lehetőségek hogyan alakulnak, én látok ebben egy ilyen felfutást, magyarán azt látjuk, hogy bizonyos területek élhetőbbek lesznek. Akár azzal is, hogy az örök fagy zsugorodik mondjuk helyenként, fixen ki lehet építeni utakat, településeket, bányaművelés egyszerűbbé válik, akár Észak-Kanadában, akár Oroszország északi területein. Tehát van egy ilyen reménykeltő folyamat, majd elmondom, hogy hamis lesz a remény, de ugyanakkor mondjuk a magas hegységekben is van egy olyan hozzáállás, például az Andokban is, hogy hát kezdenek a hegyek felolvadni. Több lesz a vízünk. Már most is több a vízünk. Tehát élhetőbb a terület, művelhetőbb a terület. Igen ám, de ez a felívelés, hát erőteljes összeomlás felé tart, mert utánpótlás nem érkezik. Ki fog száradni ez a terület? Tehát van egy ilyen körülbelül fél évszázados előre tekintésünk ezekbe a témákba. Tehát az a reménykeltő folyamat sor, ami most mondjuk egy ilyen hát rövid vagy középtávú stratégiai meg politikusi gondolkodásban megjelenik, annak nagyon durva folyamányai lesznek utána. Az Antarktis teljesen kivenném ebből az egészből, mert egyrészt más politikai helyzetben van ez a kontinens, ugyanakkor ott az tény, hogy a partvidék egyre inkább lakható lesz. És hogyha a gazdasági tiltások nem vonatkoznak már az Antarktisz peremére, a technológia lehetőséget ad, hogy akár be is lehet népesíteni a peremvidéket, ugyanúgy, ahogy Észak-Alaszka, vagy Vorkuta, vagy bármelyik ilyen durvább északi területet, ezt délen is meg lehet majd csinálni. De ezt egyelőre sok minden tiltja. Persze az is érdekes lesz, hogy a Jeges-óceán partvidéki területen milyen jövőbeli nemzetközi szerződések születnek majd, akár a tenger használatáról, de hogyha most az Antarktiszon kívüli perifériák klímaváltozás okozta változásait nézzük, én egyértelműen azt látom, hogy nagyon sok területen van egy bizakodás, hogy ez jót jelent számunkra. Oké, persze halljuk, hogy rövidülnek a gleccserek, meg olvad a jég, de azért van még jég a hegyekben, és van vízutánpótlás is. És majd mondok gyorsan erre egy példát, amit mi Chilében nagyon erősen tapasztaltunk, hogy például Chilében a felszíni jég védett.
Tehát egy gleccser védett. Mit okoz ez? A magashegyi aranybányák területén, mondjuk 5000 méter körül van jég. Nem lehet aranyat bányászni azokon a területeken, ahol gleccserek vannak. A mai mondjuk kanadai aranybányász technológia simán elhordja a gleccsereket. De tilos ezt, mert az a magashegyi vízforrás. Persze Sutyomban próbálják ezeket a gleccsereket azért megszüntetni, hogy bányászhassák a területet. Éppen ezért ezekbe a bányavidékekre tilos a belépés. Nehogy lásd, hogy mi történik ott. Tudósként biztos, hogy nem mehetsz be. Én dolgoztam egy ilyen bányában, de nem tudósként, hanem kőműves, vagy mit tudom én, hogy vittek be. Tehát nem volt szabad elárulni, hogy én kutató vagyok. Mert azt vizsgáltuk, hogy oké, mondjuk ott a gleccser el fog olvadni 30 év múlva, és a bánya már dörzsöli a kezét, hogy elképesztő mennyiségű arany kitermelésre nyílik lehetőség. De mi rámutattunk arra, hogy hihetetlen mennyiségű felszín alatti jég van. És valójában a patak már most sem a jégből jön, hanem vagy a folyó, hanem a felszín alatti jég a permafrost olvadásából. És nehogy megnyissák ezt a bányát, mert 40 méter vastagságban leszedik a permafrostot. Ami azért még ott lenne pár száz éven keresztül, minimum, és akkor tényleg elfogy a víz teljesen az adott területről. De ezt, hogy mondjam, tehát ezek tiltott dolgok. Egy ilyen, nem működhetünk ott kutatóként, mert olyan gazdasági érdek fűződik az aranykitermeléshez. Tehát ott a kormányzat is azt mondja, vagy az a része, meg a bánya is, hogy ilyen frankó ez a felmelegedés, eltűnik a jég. És ha nem lesz jég, akkor én dolgozhatom ott. Nem én, hanem ők. Én meg azt mondom, hogy nagy gáz lesz, hogyha ezt megengedik. Hát az biztos, hogy a jelenlegi folyamatok, amit mondjuk klímaváltozásként írhatunk le, vagy klímaváltozásként tapasztalhatunk, ezek egyelőre még előre nem látható katasztrófákat hordoznak magukba. Ezért lenne nagyon fontos azt, hogy minél több oldalról megvizsgáljuk, és minél pontosabb előrejelzést, ha tudunk, adjunk, hogy minek mi lesz a következménye. Tehát ugye ez a fajta gerjesztett állapot, ami az ipari forradalom óta a gazdaság magán visel, ez nem biztos, hogy most, akkor, amikor elértük a határainkat, hogyha ezt tovább folytatjuk egy paradigmaváltás nélkül, akkor jól tudunk-e kijönni ebből. Köszönöm szépen, Balázs, hogy becsatlakoztál ebbe a GeoGulliver podcastba. Zsoltnak is nagyon szépen köszönöm, hogy újra elvállalta itt a moderátor, hogy úgy mondjam, hálátlan szerepkörét, és akkor folytatjuk majd következő beszélgetésekkel is. Lesz itt szó mindenféle témáról. Egy a lényeg ennek a GeoGulliver podcastnak, hogy mindig a földrajz áll a beszélgetés középpontjában, valamiféle földrajzi téma, vagy a geográfus kíváncsiságával kérdezgetünk laikus embereket érdekes helyekről. Még meg szeretném újra kérni a kedves nézőket, hallgatókat, hogy aki teheti, az iratkozzon fel a csatornára, hogy ne maradjon le a következő adásról se. Köszönöm szépen!